Csütörtökön reggel Achim Weinstock, az LKH Leoni igazgatója hozta el az informatikai eszközöket az Albert Schweitzer kórházba. A cég két nagy teljesítményű számítógépet és egy nyomtatót ajánlott fel az intézménynek. Achim Weinstock azt mondja, fontos célja a társaságnak, hogy Hatvant és a városi intézményeket lehetőségeikhez mérten a leghatékonyabban segítsék. Mindig azt mondjuk, mi, mint német tulajdonban lévő cég, hogy itt a térségben szeretnénk is valamennyit visszaadni. Nyilván itt vagyunk, adunk munkahelyet, fizetünk az adókat rendesen, de mégiscsak ezen felett is szoktunk itt a főleg a térségben adomány jogcímen valamennyit visszanyújtani, és erre van, ahogy mondtam, egy büdzsé, és megnéztük meg, és belefért a büdzsében, és ez most az első kapcsolat a kórházzal. Az egyik számítógép és a nyomtató a traumatológiai osztályon az adminisztrációt teszi majd gördülékenyebbé. A traumatológia a betegellátás mellett nagy adminisztrációs kötelezettséggel is bír. Az egészségügyben nagyon sok adminisztratív tevékenységet kell végeznünk. Ezt fogja megkönnyíteni ez a gép, amit a traumatológia osztály kapott. Nekünk nagy segítség mindenképpen. A kardiológiai szakrendelőbe is került egy számítógép, a vizsgálatokat segíti majd az új berendezés. Vannak 24-es vérnyomás, EKG monitoros programok, amik eléggé nagy kapacitást igényelnek ezektől a számítógépektől, és hát hogyha sok az adatunk, nyilván lassabb az előhalászása ezeknek a programoknak és betegadatoknak, ez most könnyebbedni fog, gyorsulni fog, ami nyilván a rövidebb elemzési időszakot át lehet testálni akkor a betegellátásba. Talán többet tudunk akkor így a betegeinkkel foglalkozni, beszélgetni. Az LKH Leoni és az Albert Schweitzer Kórház vezetése hosszú távú együttműködést tervez.